Na nos, akkor jobb napot mindenkinek. Mindig szoktam ezt mondani, mert igazából minden nap lehet jobb, mint az előző. Ez egy ilyen pici filozófiám. És ahogy így reggel nézelődtem, eszembe jutott, hogy van nekem egy doboz Famicom meg egyéb kazettám, amit már egész régóta nem néztem meg, illetve vannak lent Famicom kazetták, mert akartam videóanyagot csinálni. Úgyhogy úgy jött elő ez, hogy előszedtem a létret, és ez volt az egyik, ami így előjött elsőnek, és rájöttem, hogy miért ne csinálnék belőle a videót, úgyhogy indítsuk el gyorsan. Nekem ez egy nagy nosztalgia, ez volt az első úgymond rendes, igazi kalózjátékom, amiről nem tudtam akkoriban, hogy az, mert hát én nem igazán voltam benne így a konzoloknak a világában annyira. Tehát volt ez a sárga kazettás, mint sok korabeli srácnak, meg csajnak akkoriban, és nem nagyon volt más mellette. Úgyhogy volt ez a játék, ami egy Mario Brothers, tehát a kis, amikor a csövekből jönnek ki a szörnyek, és azokat kell leütni, na azzal volt egy kazettán, illetve a Star Soldier-rel. Úgyhogy elég érdekes trió volt. Én viszont ezt nagyon élveztem, annak ellenére, hogy ez egy tajvani, kínai, akármilyen kalózjáték, és nem tudom, valami éreztem, hogy azért ez nem teljesen eredeti, tehát hogy nem ugyanolyan, mint a többi, tehát gyerekfejjel is éreztem, hogy ez kicsivel másabb játék. Ennek ellenére én úgy voltam vele, hogy ezzel eljátszottam órákig, és kellemes emlékeim vannak róla, még akkor is, hogyha mondjuk az irányítása problémáim voltak, de ez egy ambiciózus játék. És ja, már csak ezt a demókat is elnézegettem elég sokáig, hogy ez most milyen játék tulajdonképpen. És nem teljesen értettem, hogy ez a fészek a kígyóval hogy tud fel meg lemenni, de ez most nem lényeg. Úgyhogy egészen sokáig eljutottam benne, aztán persze van benne egy vizes pálya, amin elakadtam. Valahogy sosem jutottam ki belőle. Na mindegy. Úgyhogy ez egy Hosenkan Electronics által kiadott játék. És ezt a cartridge-ot személy szerint Norbitól vettem, Mr. Norbert 1994-től, akinek volt ebből kettő, és azonnal tudtam, hogy én ezt szeretném, annak ellenére egy kalóz. A csöcsös aligátor. Na nézzük, stage 1. Oké, B-vel ugrunk. Nem hatott még a kávé. Szétütjük a demokratikus koalíciót. Úgy. Oké, megy ez még. Picit olyan furcsa. Ó, de nem lehet. Ó, hogy? Na, nem vagyok ebben gyakorlott. Úgyhogy mondhatni, hogy évek óta most játszom ezzel először. Sőt, amióta ezt megvettem tőle, én szerintem most játszom vele talán másodjára, úgyhogy kipróbáljam. Oh, hú, basszus, az nagyon mázli volt. Azt nem tudom, hogy a pályák azok milyen, tehát hogy honnan vannak, honnan szedik őket. Ez viszont tökre tetszett, hogy így át lehet menni az indákon, úgy na. Nyilván ezek a hangok akkor is bosszantóak voltak. De őszintén megmondva, volt ennél rosszabb akkoriban. Kalózjátékok közül is, és szerintem ez olyan, nem is tudom, ilyen közepesen vacaknak tűnik. Vagy én nem is tudom, hogy mondjam. Ó, ezt a kígyót nem kéne eltalálni. Azt már látom, hogy ez mondjuk hosszú távon idegesítene, ha sok ilyen indán kellene átmenni. Illetve, hogy ilyen fontolva kell haladni.
és ott mehetek föl. És mondom, tényleg annyira a zene nem bántó. Az irányítása sem mondanám, hogy rossz éppen. Tehát látszik, hogy akik ezt csinálták azért, annyira nem voltak gyengék. Meg eleve egy ilyen játékot összehozni csak úgy semmiből azért elég nagy dolog. Úgy. Tényleg gőzöm nincs, merre megyek. Úgy van. Biztos lesz valami kergyó. Nem. Oly, de én ezt az utolsót még föl akartam venni. Érdekes, nekem szerintem valami teljesen PAL konzolom volt annó. Mert hogy ez a zene nekem lényegesen lassabb volt. Na, még egy demokratikus koalíció. Így van. Mama, visszajönnek a dolgok. Nagyon tetszett. És nem tudom, akkoriban is tetszett a zene, tehát hogy nagyjából jól átírták, és ez a játék nem néz ki rosszul egyébként. És például gyerekként nem értettem azt, hogy ha ott annál a gödörnél leesek, akkor miért halok meg, mert hogy ott van még egy kő. És nekem ez nem volt világos, hogy de gyerekek, miért nem kapaszkodik fel ott a gorilla, és utána... És utána jön vissza, tehát... Na. Ó. Úgy van. És nem mondhatni éppen, hogy eddig, hogy nehéz, nem akarom elkiabálni. És olyan jó, hogy ezek megvannak, basszus. Így van, és ott szépen lemegy. Azt nem tudtam, hogy egy glitch vagy. De minden esetre... Oh! Itt a nagy csimpi, aki ugrik. Itt a madárfészek. Akkor is madárfészeknek hívtam. Persze később megtudtam, ugye nyilván egy csomó Donkey Kong játék van Super Nintendo-ra, mind a három meg is van. És egészen... Hó, és még a jégfizika is megvan. Ó, egy kalózjátékban a jég az nem túl jó. Még nem is értettem, hogy egyáltalán mit keres. Mit keres ebben a játékban a tél, mert hogy... Oh! Doesn't matter. Mert itt van még a gyerek. Ó, igen. Fú, de utálom ezt már most. Mármint ezt a jeget. Oké. Okay. Ez a játék ez kb. Pont az én képességeimnek való, úgyhogy nagyszerű. Már nagyon ki vagyok, tehát hogy már nem igazán játszom sokat. Aztán így már nem vagy nem annyira polírozottak a képességeim, ha lehet ilyet mondani. Szerintem ezt Norbi elég jól tudja. Meg Zéa is, még nem tudom, aki még abból az időszakból itt van, és még ezeket a dolgokat nézi, amiket én csinálok, hogy amikor kaptam azt a könnyített Mega Man 3-at talán. Ó. Oké. Egészen jó mennyiségű pályákban vagyunk.
Nem értem, hogy a hajó oldalában egyébként mit keres a... Megkaptuk a nagy gorillát is. És egyébként tévén ez egész jól néz ki, tehát hogy... Már egyébként azt tudom, az miért talált el. Na mindegy. Tehát, hogy ez a játék nem néz ki rosszul, mert sok hivatalosan kiadott Nintendo játék nem néz ki ennyire jól például. Úgy. És egyébként a találatérzékel is annyira nem rossz, tehát hogy mondom, én játszottam ennél sokkal rosszabbakat is. És az a durva, hogy 11 perce játszom, és ez az utolsó előtti pálya. Tehát úgy, hogy ismétlődik, ahogy tudom, vagy 5-ször az egész. És igazából a befejezés sem egy olyan nagy szám, úgyhogy... A főcímképernyő rajta, hogy The End, úgyhogy... Úgy... Az nagyon közel volt. Na mindegy, szóval a pályák egész emészthetőek. Én szerintem ennél vannak sokkal rosszabb kalózjátékok is. Úgy. Azt pedig leütöttem. Úgy. És nem értettem sosem, hogy azokon az ajtókon miért nem lehet bemenni. Na, és ez az ötödik pálya. Én, ó jaj, na ennek a fizikája szörnyű, ezt ma most érzem. Ó. Á, faszom. Ezeket mindig utáltam. Ezt a pályát, ennek miért kell léteznie? Tehát bármi, ami jó volt, annyira eltévedős ez a játék. Maga ez a pálya. Ó, basszus. Igen, az a kurva csillag. Ó, ez most így meglepően könnyen ment. És most már legalább tudjuk, hogy odafel nem szabad menni. Mert ott nincs semmi. És hozzáteszem, még ez a pálya is jól néz ki. Itt meg nincs semmi. Hát jól van. És még mondom, az animáció például meglepően jó. Tehát ezt nézzétek, ez nagyon, nagyon folyékony. Hát ezt animációra mondani. Egyébként gőzöm nincs, hogy merre kell menni. Tehát, hogy a probléma itt kezdődik. És hogy ezek a halak miért bántanak. De azt tudom, hogy ez a cápa, ez ilyen... Ne már! Köszönöm! Ha nem is sikerül végigjátszani, nem akkora baj. Csak igazából meg akartam mutatni, hogy nekem ez volt így az... Ó, anyát, picsáját! Ne! Nyilván előről. Continue nincs. Miért is lenne?
Oké. És imádom, hogy kirezetelődik. Nem mondod, hogy ez ennyire követ és megbasz. Jól van. És újra ott van. Ne. Hú. Ezt legalább tudom, hogy arra megy. Mindegy, a respawnoló ellenfeleket már most szeretem. Hú, köszönöm. Tényleg mindenhova mentem ebben a játékban, de ezen a pályán, de mindenhova. Menj már onnan. És nyilván, ha lenne egy térképem hozzá, kurva könnyű lenne. Hát ez egy zsákutca. És most mind a kettővel úszom. Ó, itt banánok vannak. A víz alatti banánok egészségesek. És ez is egy zsákutca. Hát akkor... akkor menjünk kicsit arrébb. A probléma... igen, az arra megy, jól van. Ugye, mert a banánok vannak, arra kéne menni. Tudja a bánat. És ha csak egy életem van, az a baj, úgyhogy... én sokat nem próbálkozhatok, mielőtt azt mondja a játék, hogy... hogy ennyi volt. De ha ennyi is volt, nem baj. Igazából mindent meg kell próbálni. Ah, picsába. Már nagyon sok a hal. Hát ez se az. És amit még gyerekként nem értettem, és most újra előjön a kérdés, hogy hogy az anyába bírja ez a kicsi gorilla kölyök, vagy csimpánzony milyen, ennyi ideig a víz alatt. Ó, jaj. Ó, jaj. Ne. Anyát, picsáját! Hát ez elég baj. Miért? Éreztem, hogy valahol arra van. De aztán mégsem. Na, úgyhogy ez volt a Super Donkey Kong. Nagyon sajnáltam, hogy nem jutottam el tovább, mint gyermekkoromban, majd... vagy valamikor máskor. Na mindegy, ez egészen jó volt. Úgyhogy nézzünk még egyet. A következő videó az egy másik nagy klasszikusról van.